Üres a folyosó, senki sem készül vizsgára a Nyíregyházi Egyetemen. Csak nem egy évvel távoktatásban zajlik a képzés. A járvány ellenére azonban idén is megrendezik az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, csak most az online térben. A diákköri konferenciát idén összesen 16 szekcióban bonyolítják le, melyből kettőnek ad otthont a Nyíregyházi Egyetem. Ez a pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció, a másik pedig a tanulás és tanításmódszertani tudástechnológiai szekció. Ez már lassan egy éve tart a felkészülés, és ez már tavaly eldőlt, hogy online formában fogjuk megrendezni. Természetesen ezt az Országos Tudományos Diákköri, ennek a mozgalomnak a vezetője, külön szervezete döntött el, és nagyon jól döntött el, tehát online formában fog lezajlani, ezekre már az előkészületek zajlanak. A versenyre tehát már elkezdődött a felkészülés, így folyamatban van a dolgozatok tagozatba sorolása, a zsűri elnökök és a zsűri tagok, valamint a bírálók kijelölése. Nemrég a tanulás és tanítás módszertani tudás technológiai szekció szakmai bizottsága látogatott a Nyíregyházi Egyetemre azért, hogy a versenybe benevezett dolgozatokat tagozatokba rendezze. A két szekcióba egyébként több mint 400 dolgozattal neveztek a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói, ami messze meghaladja a szervezők előzetes elképzeléseit. Sokat mondó az, hogy milyen szekciók vannak, és így jobban el tudja mindenki képzelni. Tehát például a tanulás, tanítás, módszertani, tudástechnológiai szekcióban a következő különböző tagozatok vannak, például környezeti nevelés, az iskolán kívüli nevelés módszertana, múzeumkönyvtár, levéltár, aztán a sajátos nevelési igényűek tanításának a módszertana, vagy az anyanyelv tantárgy pedagógiája. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia nyíregyházi eseményét április 20-a és 22-e között rendezik meg. A szervezők igyekeznek kikapcsolódási lehetőségeket is biztosítani, így különféle sport és kulturális rendezvények is színesítik a program kínálatot.